Már negyedik éve tagja vagyok a Bánki Robot Teamnek, ami egy robotika szakkör az iskolánkban, és rengeteg versenyre is helyre jutottunk el ezáltal. Egyedüli lányként jár a Bánki egyik osztályába Marcis Katalin. A végzős diák, most a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban tanuló, valamint pályaválasztás előtt álló általános iskolás lányoknak tart előadást. Ebben azt mutatja be, milyen tapasztalatokat szerzett a Vármegye legnagyobb műszaki középiskolájában töltött évei alatt. Szeretném nekik népszerűsíteni a műszaki pályát, hogy nőként is helyt lehet állni, sőt, igény is van rá, és hogy ez egy nagyon jó befektetés akár a jövőre nézve is, hiszen eléggé keresett szakma a miénk. A Lányok 4.0 című rendezvényt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a Michelin Hungária Kft.-vel közösen szervezte. Céljuk, hogy a közvélemény által férfiasnak tartott szakmákat bemutassák a pályaválasztás előtt álló lányoknak, és az ezzel kapcsolatos tévhiteket ledöntsék. Vagyis, hogy nőként is lehet sikeres valaki műszaki, tudományos és informatika területen. Mi mindig nagyon nagy figyelmet fordítunk a lányokra, de úgy gondoljuk, hogy egyelőre a hagyományosan lányosnak gondolt szakmák felé irányul a figyelmük. Ezért gondoljuk azt, hogy ez fontos lehet. A Bánkiba például 3 lány tanul mindösszesen, de szerencsére van, aki elektronika, elektrotechnika ágazaton. Alapvetően jellemző egyébként az iskoláinkban az, hogy hagyományosan a fiús szakmákban a fiúk találják meg a helyüket, a lányos szakmákban pedig a lányok. Éppen ezért szeretnénk most példát mutatni nekik, hiszen közben nagyon sokat változott a munkaerőpiac, teljesen más lettek a termelési, gyártási folyamatok, tehát a lányok számára is kiváló lehetőséget biztosítanak, akár Nyíregyházán is. A Nyíregyházán évtizedek óta működő világcég aláírója az Európai Sokszínűségi Kárta Magyarországnak. A vállalat célja többek között, hogy esélyegyenlőséget biztosítson munkavállalói számára. Mi azon dolgozunk, hogy ezeknek a lehetőségnek a körét bővítsük. Ennek egyrészt ergonómiai akció, amiket végrehajtunk, másfél pedig egyszerű munkaszervezés, vagy pedig csak tényleg felhívni a figyelmet arra, és néha a vezetőket is abba az irányba inspirálni, hogy van egy csapatom, ahol 10 férfi dolgozik, hogyha ott van 3-4 hölgy is, aki bele kerül ebbe a csapatba, hogy az mennyire jót tesz a csapat dinamikájának, mennyire segíti utána az együttműködést, és ezáltal mennyire segíti a csapatnak a teljesítményét. És voltak ilyen, nem mondom, hogy tabu posztok, de voltak olyan posztok, ahol tényleg férfiak dolgoztak mondva csináltokok miatt, és onnantól kezdve, hogy 2-3 hölgy bekerült a csapatba, látványosan javult a csapatnak a teljesítménye, minőségi kihozatala, mindene, és nem csak azért, mert a nők jobban dolgoztak, hanem az egész csapat dinamikáját ez segítette. Az egésznapos rendezvény 2 helyszínen zajlott. A fiatalok a Michelin Hungária telephelye mellett a Centrum digitális közösségi alkotóműhelyébe is ellátogattak. Itt többek között medált is készíthettek lézerrel, beszélhettek a bánkisok által fejlesztett humanoid robottal, vagy a szintén robottímes kerékpársat is kipróbálhatták.